Pikáns meccset játszott az atomerőmű SL férfi kosár csapata az alapszakasz utolsó előtti fordulójában. Azt az Albafehérvárt fogadta, mely decemberben menesztette Branislav Zunicsot, aki jelenleg az ASE edzője. Revansot vett a szerb mester, ugyanis küzdelmes meccsen 74-57-re verte az Albafehérvárt a bajnokság 23. fordulójából elhalasztott mérkőzésen. Bár a találkozó korán sem volt olyan sima, mint a végeredmény. Minden egyes labdáért és pontért keményen megküzdött mindkét csapat. Az ASEM 10-2-es rohammal kezdett, de végül az Alba nyerte az első etapot. Ennyit engedélyeztek a paksiak, mert innentől kezdve, hogy a vezetést átvették, ki sem engedték a kezükből. A paksiaknak a 17 pontos győzelem biztos középházi folytatást jelentett, míg a Fehérvárt ez letaszította az alsóházba. Nagyon kemény mérkőzést játszottunk. A végén sikerült elhúznunk eredmény szempontjából, de ez végig egy elég fizikális mérkőzés volt, és nagyon örülök neki, hogy az apró hullámvölgyeinkben is higgadtak tudtunk maradni, és nagyon nagy lépést tettünk a céljaink felé, és dolgozunk tovább, bízom benne, hogy ezen az úton tudunk maradni. Együtt volt a társaság, és nagyon örülünk ennek a győzelemnek. Azt gondolom, hogy ezt a meccset a védekezéssel tudtunk nyerni, és azért minden dicséretet a játékosom. Valahogyan eddig mindig úgy éreztem, hogy a támadásban jobban játszunk, de mai meccsen tényleg a védekezésünk nagyon rendben volt. Szeretnék gratulálni a Paksnak, abszolút megérdemelten nyertek. Ez volt a szezon, hanem legfontosabb mérkőzése. És nem, tehát nem mérges vagyok az egész csapatra, mert nem lehet így kezdeni ennyi eladott labdával. Sajnos innentől kezdve nem a saját kezünkben van a sorsunk. Az utolsó fordulóban az ASE kikapott hazai pályán a Körmenttől, aki ezzel a győzelemmel meg is nyerte az alapszakaszt. A paksiak a 8. helyen zárták, és a középházban folytatják a bajnokságot. Az Alba pedig az alsóházban.